Na jó. Van nagyjából 25 percem, hogy bemutassam a 14.04-es Ubuntu rendszert. Értelemszerűen ugyanúgy működik, mint a előzőek, tehát a kurzor gombokkal itt be lehet írni a megfelelő jelszókat. Mindegy. A lényeg, hogy most csináltam egy ilyen állványt. El van sötétítve, mert az előbb voltak ilyen fény problémáim. Úgyhogy mindjárt beállítjuk a képet, jó? Standby. Direkt csináltam egy ilyen állványt, hogy le tudjátok képzelni, hogy ez most hogyan néz ki. Úgyhogy amit itt láttok, az éppen a 14-es Ubuntu-nak a munkaasztala, ilyen egyszerűen. Elfelejtettem még egy-két dolgot, tehát se háttér nincsen letöltve, se semmi, úgyhogy egy csomó... Mi ez a szar? Na azért. Hiányzott ez a weblap. Az előbb ez a reklámvacak, ez nem... Valahogy én ezt nem szoktam belájkolni. Mindegy. Ez a felbontás, hogy 5040x1050. Azért csak nézzük már valami... Ja, aha. Ugye ez azért volt ilyen? Aha. Na, nem is csúnya. Mi van veled, hülye vagy? Ezt el is mentjük egyből. Képek. Új mappa, persze. Tripla háttér. És ide. El van mentve. Hogyan kell hátteret csinálni amúgy? Persze. Micsoda? Zárnám be. Na. Ez a frissítő. Na, háttér változtatás. Nem ilyenre. Nem. Van nekünk tripla hátteres képünk. Na, ez most így jobb. Ez egy valamivel jobb, nem? Nem tudom, szerintem nem olyan gáz. Na. Kicsit le van gyengítve a gép, hogy nagyjából ugyanazt a teljesítményt hozhassa, mint ami egy általános felhasználónak van. Nem tudom, miért kövünk ennyire, bocsánat. Úgyhogy lássuk. Ez a 14.04-esnek a rendszer beállításai, mint menü. A 14.04-es Ubuntu-t látjuk, kettő darab maggal, tehát az összes többi le van tiltva, semmiféle segéd mag nincs, tehát egy rendes mag van, meg egy segéd mag, és hogy tovább nehezítsük a dolgot, egy ilyen vacak van bekötve. Egy ilyen Love and Foss Maxtor 20 vagy 40G-s ilyen vacak. Ide kábellel. És mint látjuk, nagyon jól ki vannak kötve a SATA meghajtók. Tehát semmi nincsen bekötve, csak egy darab ilyen nagy, széles, 80R-es vacak. Meg van egy darab rendes maga prociból, meg egy darab segédmag. Tehát az a sebesség, amit itt láttok, az egy sima P4-es, csak jó felhúzott memóriával. Ennyi. Na mit mutassak be ezen? Dash. Ez a Dash. A Dash-nél ugyanúgy kell eljárni, mint a 12-es Ubuntu-nál, tehát te neked, mint felhasználónak nem kötelességet tudni, hogy milyen program az, ami az adott feladatot végrehajtja, és mi az, amit te akarhatsz. Úgyhogy kezdjünk ilyen vicces keresésekbe, hogy farkas. Na, beírtam azt, hogy farkas, és az időjárási találatokat a farkasra, azt még nem tudom összehozni, hogy most csapadékos farkas, vagy havas farkas, ezt most nem is tudom, hogy értem. Van itt a még Golden Sharkon keresés, zenei találatok, meg hát annyi, mint a szemét, tehát rengeteg, tehát a görgöz nincsen lehúzva. Elmondom, milyen találatok alapján szűr, jó? Illetve nem is kell elmondanom, mert hát látjátok. Ennyi, és akkor ezek nincsenek is bekapcsolva, mert tök fölöslegesek. Na. Az előző Dash-hez képest, ugye ami a 12-es Ubuntu-ban volt, ez már az interneten is keres, na de olyan
olyan helyeken, ahol én még nem is jártam előtte. A másik. Processzor leterheltség. Hogyan tudod meg, hogy a te számítógépedben mennyire van leterheltség jelen? Tehát ez az Ubuntu rendszer, mint olyan, mennyire terheli a rendszert, mennyire ül rá, mennyire tudsz számítani a sebességére, hogy így mondjam. Hogyan keresnél rá egy olyan alkalmazásra, aminek csak a feladatát tudod? Hát baromi egyszerű, magát a feladatot írod be a dashbe, tehát magát a funkciót. Mi az, amit most meg akarunk nézni? Hát kérlek szépen, az a CPU. És az pedig a rendszerfigyelőt hozza ki. És nekünk ez kell, pont a rendszerfigyelő. Ha megindítjuk a rendszerfigyelőt, és meglátjuk a rendszer leterheltségét milyen. Ez a 18, ez nagyon magas, itt valami hiba van. Na, azért. Na, így már valamivel jobb. Tehát 2%. Ugye a piros a rendes mag, és a sárga meg a segéd. De hát ilyen 0,1-0,3 körül vannak ezek, tehát nem valami nagy a leterheltség. 775 megát teszik a memóriából, úgyhogy semmi nem fut, de tényleg semmi. Úgy 775-öt teszik, tehát azért az 1 giga az tényleg javasolt. És hát van swap is, de hát ugye ez nem nagyon használjuk. Ez a Vinyónak a tartalék tárterülete, amit memóriaként még felhasznál. Hálózat előzménye, hát nem nagyon használunk hálózatot. Na így ennyi. Ez a rendszernek hirtelen a bemutatása, és nem áll, nem megy semmi, tehát nulla. 0%, hiába görgözök. Amit még mutatni akartam. Ez a rendszer beállításai a Ubinak. Teljes mértékben ugyanaz, mint a 12-es Ubuntu-nak, tehát ezzel nem változtattak a srácok semmit. Itt látjuk, hogy 2 darab magunk van, 4 giga memória, milyen grafika is, hát most ez egy 64-es rendszer, de egyébként van ebből a 32-es is. Hát ez most ilyen. Annyi változtatás van egyébként, még csak 7 percnél járunk, ez elég rövid videó lesz. Annyi változtatás van egyébként, itt jobb fölül látjuk, hogy kicsit ilyen speciális, mert össze van vonva. Nincsen kiírva a bejelentkező neve, hanem az itt le kell nyomni. Le kell nyomni ezt a fogaskereket, és akkor egyből itt látjuk, hogy az Ubuntu súgó vendégmunkamenet itt a TVP, ugye, amiben be vagyunk jelentkezve. Menjünk egyel balra. Hoppá, bocsánat, csak itt közben bénázok egy kört. Itt van a dátumidő, akkor egyből mellette dátumidő, hát most látjuk, hogy hányadika van, milyen év, stb. Egyből mellett a hangerőszabályzás, és itt a hirtelen egy változtatás is van, mert ebbe a beállításba, ami itt van, nincsen benne a zenelejátszó, egyből nincs beleintegrálva. Mellette természetesen a fölfele-lefele nyíl ugyanúgy a hálózatot jelenti. Most akkor mutatom itt, mert ez így valamivel egyszerűbb. Tehát ez most ugyanúgy a hálózatot jelenti, mint a többi esetben. Ugye a wifi-seknek ugyanaz a fölfele esernyőszerű ikon van, de hát ugye a helyi hálózatosoknak ilyen fölfele-lefele nyíl. És hát ugyanúgy vannak olyan kapcsolatok, amik a 12-esben, ez nem változott semmit. Annyi, hogy nem fölül vannak a fülek, hogy milyen hálózatok vannak, hanem így kell hozzáadni, hogy olyan hálózati típust választok, hogy... Na már egy kicsit följebb húzom, elég sok van. Na akkor választok olyat, hogy igazi, tehát valós, meg a kamu. Ugye itt alul vannak ezek a kamuk. Akkor van ADSL, Ethernet, InfiBand, mobil szélesebb, Wi-Fi, VMAX, meg van kamu. Ez a bond, a hídépítés, meg a VLAN, meg VPN, tehát ilyenek. És akkor hozzá lehet adni új ADS-et, új Ethernet, tehát ez a UPC is, meg állandó szélessávos, meg van mobil szélessávos, de ez laptopokra vonatkozik, olyan laptopokra, ahova a SIM-kártyát bele lehet tolni a laptopba, és az a laptop annak a SIM-kártyájának a jogosultságával megy föl a 3G-s, illetve a 4G-s hálózatokra, na az ezt is tudja. Úgyhogy nagyjából ennyi bemutató. Hát remélem tetszik, kipróbáltam ugye a játékokat is, az is föl vannak ide téve. Semmivel sem lassabb, mint az előző. Annyi, hogy ezen a Ganyi Vinyón, ami itt van, ez a 80-es idén, kicsivel mintha gyorsabb lenne, mint a másik a satán. Tehát kicsit ilyen furcsa. Ja,
ellenőrizzük akkor a merev lemezt, jó? Mint olyan, mint kell akkor beírni? Lemez. És akkor van olyan, hogy lemez használatelemző, lemezkezelő, csak kérünk egy kis fókuszt, jó? Úgy? Tehát lemezek kezelő, meg a lemez író. Tehát, hogyha szeretnék CD-t vagy DVD-t írni, akkor ugye ez lemez lejátszása, ugye videók. Na mindegy, nézzük a lemezek megjelenítését, és akkor látjuk, hogy egyetlen darab hamarosan meg fog kibásodni. Fú, de leszarom. Már ne haragudj. Na, kicsit kinagyítjuk, teljes képernyőre. És hát ilyen hibás vinyóval dolgozunk. nem nagyon akartam én ezzel foglalkozni, hogy őszinte legyek, ezt csak most vettem észre. Kicsit ilyen furcsa, tehát áthelyezett szektorok száma 1000 szektor. Amikor a merevlemez írásolási hibát talál, akkor a szektort áthelyezettként jelöli, na ez 1000 darab szektor. 1000 darab szektor hibás, tehát áthelyezett, és látjuk egyből, hogy meg van hibásodva. Tehát ez nem oké jelzés kap, hanem error, tehát meg van hibásodva. Még mindig teljesen jól működik, mert én ismerem a háttér történetét ennek a vinyónak. Tehát ennek a vinyónak az története, hogy ez le lett ejtve egyszer betonra. És ilyenkor egy ilyen fizikai sérülés keletkezik a lemezeken, amik rajta vannak, és ezeket a szektorokat ő áthelyezte. De ezek után neki nincsenek más hibái, ez az egy hibája van, ráadásul tesztelni első osztályú. Meg hát ingyen volt a lemez, hogy ezt is így hozzá kell tenni. Na mindegy, szóval teljesen hibásnak ítélte saját magát, tehát hamarosan meghibásodik minden adatot, le kell menteni róla, jajajaj, stb. És hát eleve pirossal van jelölve, tehát nem izével, nem sima feketével. Na mindegy, szóval ennyi. 25% használt belőle, a többi nem. Na mindegy, ez az egyetlen vinyó, amit jelenleg rendelkezésre áll, ez kész. Úgyhogy nagyjából ennyi a fájrendszer bemutatója, mint olyan. Én most megyek játszani, mert hát ugye azzal lehet a teljesítményt lemérni. Majd, hogy nem mondhatnám teljesen egyedül. Bakker, pofára esett a mobil. Nagyon ingatag ez a állvány, amire én ezt ráteszem, mert még nincsen kidolgozva, hogy ezt hogy érzem ki rendesen. Úgyhogy Play Arena. Single player. Kellene hozzá letölteni majd modelleket, de nem nagyon foglalkoztam eddig ezzel a dologgal. Kicsit így félreülök, jó, hogy lehessen látni, de így se vagyok benne biztos, hogy nem takarom ki a felét a jobboldali monitornak. Itt már vadul megy a lődözés, csak nem látom őket. Egymást lőttük le, mekkora kemény. Persze az egér sincs jó beállítva, meg a semmi se. Egyszer se találtam el. Ő meg végig eltalált. Itt fönn az egér sebességén egy kicsit állítanom kell, mert ez nem volt valami nyerő, hogy őszinte legyek. Kicsit jobban kell figyelnem, hogy őszinte legyek. Á, rengeteget bénázok. Rengeteget bénázok, tehát ez meg már sok.
A jobb felső sarokban látjátok egyébként az FPS, csak nem biztos, hogy látjátok. Tehát a fejem miatt. Egyszer se találtam el, egyetlen egyszer se. Egyetlen egyszer se. Tehát, de azért még gyurrom kell erre, nekem ez még nem megy olyan nagyon. Na jó, de hát ez egyszer volt, ezt azért találtam el. Au! Azt pont véletlen eltaláltam. Ez nagyon nehéz így, hogy közben nem gyakoroltál. És nem vette elő a rakétát, és nem lőtt le, ez az egyetlen szerencsém. Meg a élet, meg a hilt. A három monitorról hatalmas előnyben vagyok egyébként, mert oldalba nem tud lőni. Ha tud oldalba lőni, az azért van, mert én vagyok béna, nem azért, mert nem látom. És persze a hang is ugyanúgy működik, mint a többi esetben. Egyfolytában elém lő, tehát tudja, hogy hol járok. Olyan, mint egy rendes játékos. Nem is látom, hogy hol van, csak találgatok. Pár gránátot azért földobunk oda, hátra meghatja a törődésem. Annyi a hátrány a botoknak, hogy nagyjából mindig ugyanarra mennek. Nagyon minimális eltéréssel. Pont eltalálta a melsei szem. Nesze! De csak szerencsém volt, azért találtam el, egyébként nem találtam volna el. Élő játékosok ellen sokkal nehezebb persze. Na, nézzük ezt a másikat is, mert nem tudom, még van időm rá. Mert korlátozott a felvételi időm. Első figyelmeztetés. Ez nem egy végleges változat, ez egy korai teszt kiadása, a teszt verziója a játéknak. Egy csomó bug van benne, mint hiba. A játék laggol, amikor nagyon sok egység mozog. A számítógép ellenfele nem tud hajókat használni. Nagyon nagy pályák problémát okozhatnak. Amúgy igen, tudjuk. Úgyhogy single player, meccsek, hol van a pálya? Ez még itt van a jobb oldalon. Nem tudom, hogy mi ez egyébként, hogy nagyjából tudom, ami ide van írva, azt el tudom olvasni, csak hogy mi az, ami most ide kelleni fog. A reveal map, csapatok lezárva, nagyon kevés pénz áll a rendelkezésre, 100 embert használhatsz maximum, nincsen semmiféle győzelmi feltétel, tehát csak így bemutatjuk a nagyjából a játékot, és akkor a jobb oldalt van egy start game. Szigetes pálya lesz, direkt azért, mert a számítógép nem tud használni hajókat, így nem fog egyből lerohanni. Itt van fal. Lol. Az előző verzióban nem is volt fal. Hú, de le vagyok maradva. Plátói idézet. Nem is olvasom föl nektek. Majd letöltitek a játékot és majd megnéztitek. Itt fölül van a betöltési csík. A 100%. Na. Ilyen. Ilyen a játék. Tehát... Hogy van? Jobban, görgő. A görgővel lehet, görgőt lenyomod, akkor tudsz így jobbra-balra nézelődni. Amúgy tényleg nem csúnya. Csajokat elküldjük fát vágni. Srácokat is, tehát ugyanúgy el lehet küldeni a srácokat is fát vágni, csak azok gyorsabban vágják a fát, mint a csajok. A csajok abban jobbak, hogy gyümölcsöt szednek. Meg ilyen hasonló melók. De itt miért kaptam egyből tornyokat? Egyből tornyokkal indítottam. Ja, hát itt meg vannak tükröződések, meg... Érdekes, itt nem lehet jobban átváltani
az előző verzióban teljesen viszintesen lehetett nézni. Az nekem nagyon tetszett, az nagyon szép volt. Jó, ette a rendszert rendesen, tehát zabált rendesen. Ja, meg van ló. Kaptam egy lovat erre a pályára. Ott az ellenfél, ha jól tudom. Ott már csinál izét, kikötőt. Nem kell tartani tőle egyébként, a teljesen esélytelen, hogy kikötővel majd jönni fog, mert nem fog. Ugyanis nem tud hajót használni, mert nekem is van kikötő, pedig nem is építettem. És a Age of Empires hasonlóan ugyanúgy kell építkezni, mondhatnám, mint az Age of Empires. Az egész pályát belátja a három monitor. Na jó, ennyi a bemutató. Jó, hogy azt sem tudom, hogy kell kilépni. Ja, mondjuk így. Na, úgyhogy remélem tetszett ez a bemutató, nekem nagyon. De hát ez mondjuk kutyát se érdekli, hogy őszinte legyek. A három monitornál így jobbra-balra nézik egy nyakad, az szétmegy egy idő után, persze, de nem baj. Szóval ez ilyen. Remélem tetszett, aztán majd meglátjuk, hogy esetleg ti mire mentek az egészen. Úgy is kezdett lejárni az időm, mert már 21 perce megy a felvétel, és van kb. 26-27 percem, hogy bemutassam, mert annyit tud fölvenni a mobil egyszerre. Ugye a fáj rendszernek a hibája miatt, úgyhogy leállítás, mint olyan. A leállításnál ilyen nagy gomb jelenik meg. Vagy leállítás. Tiszta vicces, mi? És akkor átmész a másikra, hogy újraindítás, de hát nem. Ugye ezzel állítjuk le. Na ennyi a leállási idő. Egy mag esetén. Kész. És én nem kapcsoltam le a konnektort, meg ilyenek, tehát ez tényleg ennyi idő alatt áll le. Úgyhogy ennyi.